Jó estét kívánok! Kezdődik az Esti Közelkép, ahol ma is aktuális helyi témákról beszélgetünk. A zöld kódexben szereplő programpontok mellett Debrecenben az állatvédelem ügye is egyre inkább fókuszba kerül. Ennek egyik markáns jele, hogy a közelmúltban a városi önkormányzatnál külön állatvédelmi referenst bíztak meg ennek a területnek a felügyeletével. Szilágyi Edina önkormányzati képviselő több mint két hónapja látja el ezt a feladatot, amelynek egyik látványos eredményéről híradónk is beszámolt korábban. Az állatvédelmi referens tevékenységéről, missziójáról és az eboltással kapcsolatos időszerű tudnivalókról lesz a következő percekben. Köszöntöm a stúdióban Szilágyi Edina önkormányzati képviselőt, állatvédelmi referenst. Kezdi csuklom, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és köszönöm az érdeklődést. Képviselőasszony, mi hívta életre ezt a pozíciót, hogy az ön személyében egyfajta rangot is adnak ennek a területnek? A magyar kormánynak az elsődleges, az egyik legújabb célkitűzése körülbelül olyan 3 éve elindult már, ahol Ovádi Péter kormánybiztost az állatvédelem témájával bízta meg a miniszterelnök, és ennek nyomán kérte azt, hogy minden nagyobb városban, hogyha lehetséges, minden városban, de természetesen megyei jogú város révén, Debrecenben ez egyértelmű volt, hogy olyan szintre emeljük az állatvédelmet, külön területet adjunk az állatvédelemnek, melyre kell egy önálló személy, és ezt a feladatot én kaptam meg polgármester úrtól, és én azt gondolom, hogy az elmúlt két hónapban ugye az alapozás és a kapcsolatfelvétel, a szereplőknek a megismerése és egy asztalhoz történő leültetése volt jellemző. Úgyhogy most itt tartunk, hogy ismerkedünk, találkozunk, és minden olyan szereplővel szeretnék találkozni, és találkoztam is már az elmúlt időszakban, akik ebben érintettek, és akik az állatvédelemmel kapcsolatban tudnak segíteni nekünk. Hogy érzi, mennyire forró téma ez most? Akár Magyarországon, akár Debrecenben. Hát azt gondolom, hogy foglalkozni kell vele. Azt gondolom, hogy az állatvédelem egy nagyon fontos téma, hiszen a mindennapjainkat meghatározza. Azt láthatjuk, és a mindennapjainkban tapasztalhatjuk, hogy úgymond a hobbikutyák itt a belvárosban és a városban is, a hobbikutyáknak a száma azért láthatjuk, hogy minden családban, tehát egyre több családban megjelennek. És azt gondolom, hogy ennek a körülményeit, az állattartásnak, az állatnak a befogadásának a körülményét azért lehet, hogy jobban egy picit át kellene gondolni. És az elsődleges üzenetem és az elsődleges gondolatom ezzel kapcsolatban újra és újra az, és köszönöm, hogy érdeklődik a Debrecen Televízió ezzel kapcsolatban, mert nem elég elmondani azt, és sokszor hangsúlyozni kell, hogy csak olyan családok és csak olyan közösségek, olyan egyének fogadjanak örökbe és fogadjanak be kutyát, akik erre alkalmasak minden szempontból, nem csak egzisztenciálisan, hiszen ezeknek költségei van a kutyatartásnak, az élelmezésen kívül, akár az eboltás, és amiről majd nem sokára fogunk majd beszélni, de a mindennapjaival kapcsolatban egy kutyával együtt kell élni. És azt gondolom, hogy nagyon jó lenne ezt előre megfontoltan végig gondolni azt, hogy hova kerül be, és milyen családba, és milyen körülmények közé kerül be egy kis állat, mert ez egy hosszú távú felelősség. Nagyon jó pozitív példák vannak természetesen, ahol öröm látni azt, nagyon kedves az a jelenség, mikor papa, mama, a gyerekek és a kutya megjelenik a családban, de sajnos vannak ellenpéldák is. És én azt szeretném hangsúlyozni, és azt szeretném, hogy minél nagyon szélesebb körbe elterjedjen, hogy megfontoltan és nagyon körültekintően fogadjunk be állatot. És hogyha már befogadtuk, akkor a felelősséget végig kísérjük, amíg ott van velünk. És hát ugye itt természetesen nem csak a kutyusokról, cicákról beszélünk, és erre talán egy friss példánk is van, amiben ön mondhatom ezt, hogy az első nagyobb munkájaként részt is vett ebben. Ez a bizonyos Bánki történet, ahol nagyon, nagyon csúnya. Döbbenetes volt látni. Jó, számoltunk be. A mezőőr hívta fel a figyelmemet erre a jelenségre, és kérte, hogy akkor együtt oldjuk meg természetesen a jogszabályok mentén, hogy kérjük meg az állattartót, hogy ez itt tovább nem mehet. Ez egy régóta elhúzódó ügy volt, és bizony ott a környéken lévők, nagyon sokan élnek ott azon a környéken, azon a Bánki telepen, családok, kisgyerekes családok, és nem akarok túlozni, de tényleg rettegésben éltek, hiszen ott majd látják a felvételeken, és ott súlyos disznók mászkáltak, és ahogy elmesélték ott a mindennapi életüket, hogy ott gyerekek
mentek iskolába, és ott szerettek volna kint játszani, hát láthatják, hogy nem lehetett, hiszen gyakorlatilag szabadon el voltak engedve ezek az állatok, és hát rossz volt látni. Láncra verve, hát, tehén, igen, kecske. Igen, ló. Tehát, hogy volt mindenféle állat, és nem is értem, hogy egy ilyen, hogy az állattartó miért csinálja ezt. Egyszerűen ez nekem ez nem igazán tudom felfogni, hogy miért van erre szükség. Ha már ő ezeket bevállalta, akkor miért nem olyan körülményeket teremt, ami a normális? Ez az ügy már, ha mondhatom, ezt a normális hatósági mederben van. Igen. Van ennek valami aktualitása? Hol áll most ez az ügy? Gyakorlatilag elindultak a hivatalos szervek, megtették a feljelentést, megtették a felszólítást, úgyhogy most várjuk, hogy az úriember a megfelelő lépéseket tegye meg. Úgyhogy mert az ellenőrzés természetesen majd menni is fog. Ennek ugye megvan a maga átfutási ideje, és én bízom benne, hogy jobb belátásra fog térni. Én úgy éreztem, hogy most már azért ez eljutott arra a pontra, hogy nem fogja tovább tudni tartani, és muszáj lesz neki ezt olyan állapotokat megteremteni, ami ideális mindenki számára, az állatoknak is, meg természetesen az ott élők számára is. Bátrabban mernek az érintettek segítséget kérni, odafordulni hatóságokhoz ilyen ügyben? Mi az ön tapasztalata, illetve azoknak a tapasztalata, akikkel önök együttműködnek? Én azt éreztem, hogy nem igazán volt pozitív példa. Tehát voltak természetesen, mindig van negatív és pozitív példa, de azt láttam, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell arra fektetni, hogy merjenek kérni segítséget, és keressék meg a hivatalokat. Most már akkor itt vagyunk mi is. Itt vagyok én is, keressenek meg bennünket. Ha más, tehát mindenképpen tegyenek bejelentést, elindultuk az állatvédelem@debrecen.hu e-mail címet, azt bátran használják, tényleg írjanak, jönnek is bejelentések, engem is személyesen is kerestek már meg, és szépen a hivatali úton megyünk végig, és próbáljuk megoldani a problémát. Tehát az első lépéseknél vagyunk, úgyhogy ezért is kérem, hogy mindenhol hangsúlyozzák azt, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk, és kérjék a segítséget. Mi várható a közeljövőben? Ugye most van eboltás, szokásos, azt hiszem két évente talán ebösszeírás is. Most ott azért megmutatják, hogy mennyi kutyus van a városban, igen, milyen teendők vannak, mennyire gyakori például a csipeltetésük, ez is egy neuralgikus pont. Igen. Ez mind-mind fejleszthető, meg fejleszteni is kell. Hétvégén voltunk, a Csáda utcán volt egy oltópont, ott találkoztunk a doktorúrral, és az öröm volt, ez egy pozitív élmény volt, mert láttam, hogy nagyon, nagyon aktívak az ott élők, és hozták a kutyájukat oltani. Akikkel én találkoztam ott, azok nagyon lelkiismeretes és nagyon, nagyon felelős állattartók. De viszont azt el kell mondani, és ez egy megint egy nagyon negatív tendencia, a doktorul elmondása szerint évről évre egy 10-15%-kal csökken az oltásoknak, az oltott állatoknak a száma. És erre nagyon oda kell figyelni, mert nem kell hangsúlyozni azt, hogyha egy állat nincsen beoltva, akkor milyen következményei lehetnek. És most nem, természetesen nem a büntetésről beszélek, hanem hogyha esetleg megharap valakit egy oltatlan kutya, akkor az milyen hatással lehet. Miről számolt be a doktor úr? Mi lehet ennek a csökkenésnek az oka? Fegyelmezetlenség, nem törődömség? Az első, ami nekem nagyon döbbenet volt, hiszen ugye 2024-et írunk, és ugye a hírek minket ugye özönlenek, és mindenhol csak ugye a social médiás platformokon a hírek jönnek folyamatosan, és azt arra panaszkodott, hogy nem jutott el az a hír, hogy eboltási akció van. Ugye kitette az eboltás debrecen.hu oldalra a helyeket és az időpontokat, és nem jutott el. Úgyhogy én ebben is próbálok neki segíteni, hogy mindenféle fórumon, úgyhogy ezért is kérem azt, hogy önök is mindenféle híreljék azt, hogy az elkövetkező hetedben még van lehetőség az állatokat, a kutyákat beoltani, mert ez nagyon rossz ez a tendencia, hogy egyre inkább csökken. Azt gondolom, hogy egy évben 8000 forint ennek az eboltásnak, hogyha ilyen pontra megy el az állattartó, és veszik fel az oltást. Nem sok, nem kevés. Azt gondolom, hogy ez egy olyan összeg, hogyha már egy állatot befogadtunk, akkor ezt próbáljuk meg elkülöníteni rá. Tehát hát ez gyakorlatilag egy zsák tápára. Hát igen, egy kis túlzással. 12 hónap, tehát... nem olyan sok pénz. Képviselőasszony, mik a tervek társszervekkel, ha jól tudom, van újdonság is? Igen, az elmúlt időszakban, az alapozás időszakában az állatvédőkkel, a
az önkormányzat hivatali szervével egyeztettünk, a közterületfelügyelettel volt közös megbeszélésünk, és most eljött az a pont, amikor egy picit ki fogjuk szélesíteni ezt a megbeszélési kört, úgyhogy pár hét múlva egy ilyen kerekasztalt fogok összehívni, és kérem mindenkinek a hivatalban lévő és az ezzel foglalkozó kollégáknak a segítségét, hogy beszéljük-e meg, találkozzunk, vegyük fel közvetlenül a kapcsolatot egymással, mondjuk el, hogy ki hogyan áll, és miben hol kell a segítség. Én azt gondolom, hogy ez lesz nagyon fontos, hogy leüljünk egy asztalhoz, és mindenki elmondja a problémáit, és lehetőség szerint tudjunk egymásnak segíteni. És áprilisban végezetül lesz még egy fontos dátum. Így van, április 30-án a Debrecenváros a kampányának egy nagyon fontos időpontjához érkezünk, hiszen elültetjük a 10.000. fát, és ehhez bekapcsolódunk mi is kutyások, úgymond. Én arra azt kérem, akik majd ráérnek, hogy jöjjenek, és a nagy erdőn egy sétát tegyünk a gyerekekkel, felnőttekkel, ültessük el együtt a 10.000. fát, és természetesen folytassuk együtt ezt a fásítási programot, valamint ezt a természetvédő, állatvédelmi közös együtt gondolkozás és a közös munkát. Szilágyi Edina, köszönöm szépen, hogy itt volt, és további jó munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Jövőben.